Jó estét kívánok, kedves nézők, köszöntöm Önöket, remélem, hogy sokan velünk vannak már a műsorunk kezdete óta. A Weekend stúdiója egy kicsit több lábon áll, vagyis hát ül jelen pillanatban, illetve az a lényeg az, hogy vendégeinknek több lába is van, mint kettő, hiszen Fesztivál az állatokért címet kapta a következő beszélgetésünk, és ugye hamarosan benépesül majd az erdei tornapálya. Vendégeink, Barbie és Anita pedig mindent tudnak ezekről a dolgokról. Anita, nem is olyan régen pár hete jártatok nálunk, akkor ugye a kutyusok örökbefogadási, nem is tudom, Kutya a lakásban volt a téma, és ti olyan nagyon szép feladatot vállaltatok, hogy addig tartotok egy kutyust, ameddig nem lesz neki egy igazi befogadó családja, és nagyon sikeres volt az elmúlt pár hét, hiszen három hete már valakihez egy befogadó szerető családba került a kutyus. Na, mutassuk be akkor ezeket a kis négy lábúakat is, kiket tisztelhetek a személyükben. Kezdjük akkor Nellával. Ő egy körülbelül 4 éves ivartalanított szukakutyus, aki hát körülbelül január környékén került a gondozásunkba. Neki a jobb hátsó lába sérült volt, megoperáltuk, nem teljesen működik igazából a jobb hátsó lába, de teljes mértékben ő ezt másképp gondolja, és rendkívül játékos, fut, szaladgál, tehát egyáltalán nem akadályozza a mozgásban sem, a jókedvében sem. És gazdit keres, és most első televíziós szereplésében teljesen profi módon viselkedik, még egyelőre nem nyilatkozik. Anita, nálad pedig egy ilyen nagyon kis spániel és tacskó keverékének tűnik, így laikusként, nem hát tudom, valami olyasmi. A Suzi nevet kapta, és ha jól tudom, azért, mert a népszerű meséből azért ő picit hajaz erre a kutyalányra, ő maga is egy leányka, korát tekintve olyan 4 hónapos körüli lehet, körülbelül. És borzasztóan élénk, és nagyon szeretem mászni, és levetni magát különböző helyekről, csak azért, hogy szaglászhasson, és körbenézhessen. És ő is gazdit keres. Gazdikereső is. És hány kis társuk van, aki még szintén gazdit keres nagyon jelen sok, pillanatban? Nagyon-nagyon sok tulajdonképpen, tehát szinte nincs olyan nap, hogy ne kapnánk egy dobozni kis kutyát, vagy bármi hasonló, tehát árok oldalból úgy széléről szedjük őket össze. Úgyhogy ezek a hónapok sajnos úgymond arról szólnak, hogy a nem kívántalom az utcára kerül, és akkor jönnek a bejelentések. Hát ugye az Állatbarát Alapítvány immáron 400-da dolgozik a kutyusokért, és nagyon-nagyon sokrétű ez a tevékenység. Gyakorlatilag egy ilyen színes, látványos program tulajdonképpen ez a fesztivál, amelyet most szerveztek, de hát azt gondolom, hogy itt is az alapvető motiváció és a cél az, hogy fölhívjuk a figyelmet arra, hogy sok kutyus van, akinek nincs gazdia, illetve hát, hogy a kutyatartás az egy nagyon felelős tevékenység, tehát bizony, hogy ha kutyust választunk, és nem akarunk például szaporulatot, akkor arról is gondoskodni kell. Egy kicsit magáról az eseményről beszélgessünk. Kit vártok, milyen programok lesznek, és mikor? Hát amikor az Évivel elkezdtünk Novák Hajtó Éváról beszélgetni, Novák Hajtó Évával beszélgetni arról, hogy korábban is volt fesztivál az állatokért, de ugye most 25-ös évforduló ünneplése történik, hogy legyen egy kicsit nagyobb szabású ez a dolog. És akkor hát összedugtuk a fejünket, hogy akkor hozzuk össze egy kicsit a színházat, az állatbarát színészeket is, és akkor ez színesítheti a programot. Így jött ki be ugye a Hátsó Színpad Alapítvány, amit én és Gergő hoztunk létre együtt gondolkodó színésztársainkkal. Ezért van az, hogy koncertek, kár pedig nem koncert, Dézsi Darinka és Karab Zoli lépnek föl, és egyébként minden olyan embert próbáltunk mozgósítani, akinek ez az ügy fontos lehet. Nem csak színész kollégákat, hanem azért a városban valamilyen közszereplő, például ugye a rendesanyék is fellépnek a Menta projekttel. Tehát, hogy mindenkit, akinek ez igazából fontos lehet. Azt szerettük volna, hogy ez egy olyan családi dolog legyen, ahol tényleg a legkisebb is jól érzi magát, és ki lehet jönni kutyussal, ami nagyon fontos, mert ugye sajnos nagyon sokszor az történik, hogy az ember nyaralni akar menni, vagy bárhova el akar menni, hogy
a kutyus az igencsak néha problémát jelent. Kutyás kertmozi lesz este, ugye az sem megszokott, hogy egy filmet úgy tudok nézni, ha csak nem a kanapén ülök, hogy elmegyek és ezt tömegesen csinálom, és akkor ott a kutyám is, a családom is jól érzem magam. Nagyon színes lesz a program, gasztrokerttel is készülünk, borkóstolással, tehát egy igazán sokszínű és igazán, hát azt mondhatom, hogy egy ilyen nagyon vidám szeptember közepén, de azt gondolom, hogy kicsit még a nyár végét felidézve lehet egy nagyon szép napot eltölteni. Hát bízunk benne, hogy jó idő lesz, ugye azért most ez a nyár gyakorlatilag már tavasz óta tart, és reméljük, hogy az őszbe is beletorkolik, hát legalábbis az őszi programok tekintetében mindenképpen fontos, hogy ne legyünk ázott kutyus kutyusok, hanem ilyen kellemes, napfényes napunk legyen. Mikor indul egyébként, mikor érdemes már kimenni a egy órakor, és egészen, tehát 7 óra az, amikor a kezdése van a kutyás mozinak. Körülöttek, tehát közben két színpadon... Ez hol lesz? Hol lesz maga a kutyás? Az erdei tornapályán, és ugye ott van egy színpad, és akkor oda lesz vetítve. Reményeim szerint egy vetítő vászon felrakva. És akkor mi lesz ott... a film? Meg el lehet árulni? Hát nem tudom. Állat lesz benne. Akartuk, hogy ne nagyon legyen sírós, de sajnos az mindig egy kicsit sírós lesz. Család is lesz benne, kutya is lesz benne, úgyhogy én nem lőném le ezt. Jó. Egyébként... De zsebkendőt akkor vinni kell. De zsebkendőt az mindenképpen, mert szerintem pontosan egy olyan film, ami megtanítja az embert arra, hogy az állat igenis lehet családtag, és igenis nagyon nagy veszteség ér, hogyha ő már nincs velünk. Egy állat fel tud nőni egy gyerekkel, és lehet neki társa, barátja. Egyébként a fesztivál erre is hivatott. Sokféle kis transzparenseket, meg mindenféléket festegetünk mi most a menhelyen, ami arról szól, hogy igenis, hogyha nem akarunk felesleges szaporulatot, miért fontos az ivartalanítás. Mit jelent például a pórázon a sárga szalag? Tehát felhívjuk az emberek figyelmét arra, hogy ennek van egy etikettje, ez jól működhet emberek között. Ami nagyon fontos, hogy a fesztiválra, tehát hogy valaki részt legyen a fesztiválon, annak nagyon-nagyon-nagyon fontos feladata, hogy elhozza magával például az oltási könyvet. Uh-huh. Mert ugye, amikor ennyien vagyunk együtt, akkor ott aztán hiába póráz van, bármi történhet, ez a legjobb út arra, hogy ne legyenek kellemetlen helyzetek. Gyerekeknek gyerekműsorok lesznek, színházi műsor lesz, tényleg habparti, szóval egy baromi jó kis bulinak ígérkezik ez. Én azt gondolom, hogy azért ne zárjuk ki azt, akinek nincs kutyusa, mert persze, lehet, hogy lesz. Meg azokat a szülőket se, akinek mondjuk kisgyereke van, és esetleg a szülőkben van egy kis félelem, vagy valamilyen fóbia, próbálják meg legyőzni, hogy a gyerekeiket ne terheljék meg ezzel az örökséggel, és ők már állatbarátként éljék az életüket. És valóban, ahogy mondtad, azok, akik megtapasztalják, hogy micsoda örömöt ad egy kutyus, vagy akár egy cica, ugye sokan gyakorlatilag tényleg családtagként, akár gyerekszerepben is élnek kutyusok, cicák, azok tudják, hogy micsoda szeretetet tudnak ezek a jószágok adni, és gyakorlatilag sokszor hűségesebbek, mint embertársaink. Hogyha nem direktben szeretné valaki az alapítványt támogatni, vagy akár direktben, gondolom arra is van lehetőség, vinni egy kis kutyakaját, vagy egy plédet, vagy bármit, ami... Sőt, lesz tombola sorsolásunk is, és nagyon, már most gyűjtjük be a felajánlásokat, és nagyon-nagyon jó kis ajándékok ígérkeznek itt szeptember 16-ára, tehát a tombolák megvásárlásával is nyilván az állatbarát alapítványt lehet támogatni. Persejek lesznek urnák kihelyezve szintén, hogyha valaki szeretné, sőt van olyan Powerplate stúdió a városban, aki ő maga vállalta azt, hogy akkor az, aki edzésre megy, az viheti a tápot, és akkor ők ezt 16-án kihozzák. Szuper. Hát köszönjük szépen, hogy eljöttetek. És ma már ugye szó volt színházról, színészekről, szülőkről, úgyhogy szerkesztőnk Helebrand Enikő gyönyörűen átíveltette tulajdonképpen a következő kis programot, hiszen a Rettenetes Szülők című lélektani krimit a Krúdi Kamarában gyakorlatilag adásunkkal egy időben játsszák. A generációk közötti harcot, az anya beteges szerelmét fia felé és az emellé társuló káoszt Keresztes Attila rendezte színpadra, stábunk a főpróbán járt.